Hát nem tudom, kilátott már közületek ilyet, vagy tudjátok-e, hogy mi ez, de hát igazából szerencsére én is csak sejtem, hogy ez valójában mi. Ezt a tetőbe találtuk egy nagyon eldugott helyen, nem is nagyon tudtam ott lefotózni, tulajdonképpen eh, ki kellett szedjem onnan, és eh, így tudom most nektek megmutatni. Hát ez egy elképesztő méretű eh, darástanya ahogy így számolom, egy, 2, három, 4, 5, 6, 6 szint biztos van benne, de lehet, hogy 7 is. Hát szerintem egy mestermű, ez egy ilyen nagyon vékony papírszerű anyag, ami most egy kicsit megázott itt az esőn, mert kimaradt, és gondoltam, hogy gyorsan megmutatom nektek. Hát Istennek legyen hála, ezekkel a jószágokkal én élőben nem találkoztam, sem most, se korábban, de hát azt nagyon javaslom, hogy nézzétek át a tetőtöket, és hogyha valahol láttatok a nyár folyamán darazsakat kibe közlekedni, akkor az mindenképpen érdemes átvizsgálni, és igazából én is észrevehettem volna ezt, ugyanis a Vápa vonalánál, majd meg fogom mutatni, hogy hol, ott, ott rendre előfordultak darazsak, de oda nyomtam egy kis darázsírtót, és akkor annyi is lett nekik, eltűntek, de de aztán belül ezt, ezt találtuk, ezt a hatalmas nagy darázs várat, vagy nem tudom, most nem is tudom, hogy hogy hívják ezt helyesen. Gyönyörű, szép, hatszögletű kis cellácskák vannak itt, gondolom ebbe nevelik az utódokat. Sok hasznot nem hajtanak nekünk, csak, időnként összecsipkednek. Én néhány darás csípést már elszenvedtem, nekem nem lett tőle bajom, de hát van, aki erre ugye nagyon allergiás. Mondjuk ezek nem is voltak egyébként ilyen óriási darazsak, én ilyen ennél, ennél a fajtánál négyszer-ötször nagyobbat is láttam. Úgyhogy figyeljetek rá oda, mert ez, ebbe a hűvös időbe, figyeljetek rá oda, mert ebbe a hűvös időbe ezeket a darazsakat jobban ki lehet írtani, ha tudjátok, hogy hol keressétek őket. Úgyhogy megmutatom itt mindjárt a másik felét is ennek. Igazából kívülről ez látszott. Egy ilyen nagy papírszerű gombóc. Hát ahogy látjátok itt a kezemet, nincs kis kezem, de hát ez egy ilyen focilabda méretét messze meghaladó darás vár. Ha van köztetek olyan, aki foglalkozik darázsírtással, akkor nagyon kérem kommentelje ide, én most tényleg számlaképes hozzáértő vállalkozókra gondolok, számlaképes hozzáértő vállalkozókra gondolok, mert hát egy ilyen darásfészeknek nem, nem jó házilagosan nekiállni. Egyébként nekünk volt egy darásfészek, a tetőbe egy másik helyen, ahogy gyakorlatilag átrágták magukat a gipszkartonon, és délelőtt, amikor hazaérkeztünk, akkor láttuk, hogy folynak be a darazsak a szobába. De állati szerencse volt, hogy akkor nem voltunk itthon, amikor mindez megtörtént, mert ugye gyorsan becsaptuk az ajtót, nyomtunk nekik egy doboz darázsírtót, és akkor így aztán az a fészek ki lett füstölve, és este hűvösbe megkiirtottuk őket. Hát szóval ilyen kis Melbevágó élménybe is volt részünk. Így néz ki ez a darásfészek, és megmutatom, hogy hol jártak be, nagyon picilukakon. Na itt van a vápa alatt az a rész, ahol bejártak, itt látszik a legutolsó írtózásnak a nyoma. Ezen a, ezen a résen tudtak ott a két lambéria között bebújni, és aztán bent volt egy óriási nagy fészek. Hát járjatok ti is a végére ennek, ne hagyjátok, hogy ilyen hatalmas nagy fészket építsenek, mert ott, ahol egy-két-három darás kibe közlekedik, azt sose tudhatjuk, hogy van -e esetleg több száz vagy több ezer. Sziasztok! Ez volt a mai szaki ellenőr. Ha tetszett a tartalom, lájkoljátok, ha nem akartok lemaradni róla, akkor pedig ne felejtsetek el feliratkozni, ha még nem iratkoztatok volna fel. Sziasztok! Építkezzetek jól, és Isten áld a tisztes ipart!